Először is szeretnék gratulálni a csapatnak, mert amit ma a pályán itt harcoltunk, az le a kalappal mindenkinek, fantasztikusan küzdöttek a lányok, és igazából nagyon szomorú is vagyok egyben, hogy itt maradt ez a két pont, mert folyamatosan partiba voltunk a bajnok esélyes csapat otthonába, és úgy érzem, hogy ez a mérkőzés nyerhető is lett volna, de azért egy tisztességes helytállás sikerült végrehajtanunk. Vezetett is a meccs során a Szeged, két góllal maradt alul az Eger otthonában, annál az Egernél, amely vezeti a tabellát. Nagyon kemény meccs volt, ahogy végigfigyeltük. Hogyan értékel a vezetőedző? Így van, egy nagyon végletekig kélezett mérkőzés volt. Én úgy gondolom, hogy emocionálisan megint oda tettük a dolgainkat. Komoly problémáink voltak, étközben Zsilák Katica kivált. Ugye ez mérkőzésen is érződött az ő hiánya, majd mérkőzés közben a vérvívi piros lapja 30 percen keresztül olyan szerkezetre kényszerített minket védekezésbe, ami szokatlan. Ezt én úgy gondolom nehéz volt, de a lányok oda tették magukat és részben megoldották. Voltak szakaszai a mérkőzésnek, ahol nem hoztunk jó döntéseket, nyilván ilyen csapat ellen. Ez megbosszulja magát, de ezzel együtt én úgy mentem be most az öltözőbe, hogy gratuláltam nekik, mert le a kalappal egy torony magasan vezeti a bajnokságot az Eger, és gyakorlatilag egy perc a végelőtt még nem lehetett tudni, hogy mi lesz a végeredmény. Öröm ilyen közegben játszani, ahol érezzük azt, hogy profizmus van, most sorolhatnám akár a külsőség, a csapatnak a menedzselése. Nekünk ezekből tanulni kell. Mi, nekünk az a szerencsés helyzetünk van, hogy kb. 6 csapathoz, 7-hez el tudunk úgy látogatni, hogy tanulunk a külsőségekbe. Bízunk benne, hogy az ötödik helyre viszont sikerül odaérjünk. Jó, sejtem, akkor pontot nem is, de önbizalmat azért tudtok hazavinni ebből a meccsből. Abszolút, hát nyilván a női lélek, illetve a sportolói lélek most szomorú, jogosan, hiszen azért lépünk pályára, azért dolgozunk nap, mint nap, hogy győztesen hagyjunk el egy mérkőzést. Gondolom, ennek holnap lesz nagy értéke ennek a mai eredménynek, ami pontot nem adtak, de belül magunk tudjuk, hogy ez egy szép dolog volt, kicsit sajnáljuk, hogy nem sikerült ezért pontot szerezni.